A Szabadkai Zájadna Egyesület pszichofizikai nehézségekkel küzdő gyermekek és felnőttek számára nyújt segítséget különböző programok szervezésével. Eddig egy kisebb helyiség állt rendelkezésükre, ahol megvalósíthatták programjaikat. Viszont ahogy nőttek az igények a programok iránt, szükségessé vált egy nagyobb tér kialakítása. Ebben nagyon sokat segítettek barátaink a Szabadkai Kolévka gyermekotthon vezetői, akik rendelkezésünkre bocsátottak egy házat, amely a tulajdonukban van, de jelenleg nincs rá szükségük. Az épület felújításra szorul, ezért is indítottuk el ezt a jótékonysági akciót, amely a Közösen a Közösségért nevet viseli. És az első program, amely az akció keretében megvalósul, ez a jótékonysági koncert. A jótékonysági koncert nem az egyedüli akció. Az Egyesület más programokat is tervez annak érdekében, hogy összegyűjjön a pénz a ház felújítására. Most mi is hozzálátunk a projektek megvalósításához. Szeretném felhívni a vállalatoknak és az egyéneknek a figyelmét, akik segíteni szeretnének, hogy várjuk adományaikat. És köszönöm azoknak, akik már biztosítottak arról, hogy segítik az akciónkat. Ebben sohasem volt hiány itt Szabadkán, remélem most sem lesz. A jótékonysági koncertet csütörtökön, november 23-án tartják meg Szabadkán a Városháza dísztermében 19 órai kezdettel. A jegyek az Abrakadabra játszóházban és a Harmónia palacsintázóban vásárolhatók meg 1000 dináros áron.